testvérvárosokból és a ájkai lakosokat, vagy hát a kitartott itt a rossz idő ellenére is eljön megnézni a színelőadást, és nem tudom, van itt valaki a főzők közül, külön dicséretnek. Ja, ich begrüße nochmal die Gäste aus den Partnergemeinden, aber auch die Einwohner aus Leernkollo, die sich jetzt hier mit uns zusammen versammelt haben, weil die Vorstellung von Frau Eva Poka mit ihrer Gruppe leider nicht im Freien stattfinden kann wegen des Wetters und deswegen wird das jetzt hier stattfinden, bevor wir nachher dann essen können. Ja? Ja, ez először lesz az előadás, és utána akkor a ebéd, és aki szeretne kóstolni, van lehetőség a kitartott ételekből, tehát aki főztek itt 5 bográs ületet, végig lehet menni, és meg lehet kóstolni a ételeket. Ja, zuerst werden wir also uns das Programm anschauen, das ist aber nicht so lang. Und danach können wir Mittag essen, aber wer Lust hat, kann auch gerne bei diesen Teams, die dort in ihren Kesseln trotz des Wetters ausgehalten haben und etwas kochen, mal um eine Kostprobe bitten. Der Uli hat schon Schnaps gekostet. Ein Bier halt. Ja, auch, aber da gibt es Schnaps. Ja, auch. Ja, und wie gestern, wenn ihr Durst habt, kann sich jeder mit dem Armband dort bei, an dem Pavillon nach Wunsch etwas zu trinken. Messzívesen megsóktatnám a hátán azt a tengeri nádat.
Berendel ide a házba, hogy itt elmondjak neki a világ. Még milyen jól esik oda kilolvasni ezt az újságot. Abban a szép kapuban. Abban a gyönyörű kapuban! Az újságnak még az íze is más idebe, mint odaki. Csak ki tudnám tanálni, hogy hogy kössek belé. Hogy te szívesen elhegedűném a hátán Szent Dávidé nekét. Mindig olvas. Csak tudnám, hogy mi a butátot kell olvasni mindig abból a sok újságból. Úgy belebúvik, mint malac a herébe. Csak a farka látszik. No, de mit csinál Ked? Olvasok. Jó, de mit? Politikát. Mi az a politika? A politika... Az politika! Na, jobb volna, hogyha a bűneire gondolnak el. Ideje van már gyomni egyszer. Nincs nekem semmi gyomni való, vétkem. Hát, én azért tudnék egyet-kettőt mondani. Na, de tanítson már meg rá, hogy mi az a politika. Nem való a asszonynak. Miért aztán? Hát mert az ember az olyan, hogy példából tanul, Eszter. És hogyha én neked példát adnék a politikából, akkor biza, te megharagudnál. Én nem haragszom az olyan, hogy tanul az ember. De Eszter, megharagszol, mert az asszonyi természet az nem veszi be a politikát. Na hát már igazán kíváncsi vagyok, hogy mi az a politika. Nem kell azt neked tudni. Minek azt neked tudni? Na, tanítson már meg rá! Meghívánd, Eszter! Azért is! Kívánod! Kívánod! Óhajtod! Akkor esküdjél meg rá! Miért? Hát, hogy akarod? Na, hogy esküszöm én! Akkor nem is akarod igazán! Jó, na! Esküszöm, na! Tartsd fel az ujjad! Isten, ez a palat! Szóval akkor megesküszöm rá, hogy te akartad. Igen, no. Hogy te kívántad. Tovább. Hogy te nem hagytál végig, míg meg nem oktattak rá, hogy mi az a politika, és hogy miért olvasom én ezt, tehát a sok újságot. Tovább már, tovább. Hát, jó van, Eszter, akkor megtanítalak rá. Hát, most már olyan kíváncsi vagyok. Kíváncsi is vagy. Akkor jó. Nesze! Hát meg mondunk kell! Még nem érted, Eszter, még nem érted! Marasszel! Jössz a szára törjön, de tisztára meg mondunk kell! Nem, Eszter, ezt még igazán, még mindig valósan nem érted, de! Nesze! Ez a politika! Ez az újság! Nem, el sem a Kent újságjába, az ötöbb újék Kent politikájába! Nem vagy te! Cingeres akasztuk a világ, te bélyeget, gazember, te semmi ház! Te rossz lélek, aki elcsavar egy fiatal lány fejét, azt még elmondja, hogy nincs mit jól, mi a fasznak. Ez a cégéres hazug, akinek két szava nincs együtt, ez a részeges disznó, aki nem által pálinkát inni a szent mise előtt. Ez a cégéres hazug, aki mind a 10 parancs alapján nem bét, legalább 7-szer egy héten, ez a szoktya beszél, aki minden tudja, után odaszagol, azt még elvész botot a narkálba, botot ér rád, te kutya, amit legyen. Na, hát ez jön meg a papnak. De hiszél? Majd keresek én valakit, aki engem megbecsül, majd lelepél. Mert a három harasztnyira kintod is a szemed is, ahány lyuk van rajtad, minden nézel is, én mégiscsak megcsallak. Még keserves mondva jutottam. Na látod, asszony? Mondom, én egyet sem tudtam volna gyomni a papnak. De most, hogy téged egy kicsit megdiskuráltattalak a politika által, mind a 10 ujjamra van egy gyomni való vétkem. Vesz meg! No, Eszter. Hát mondok, én téged egy kicsit megdiskuráltattalak, hogy legyen mit gyomni a papnak. Újságot meg azért olvasok, hogy legyen mit diskurálni a kocsmában a komákkal. Fúj meg! Mondtam, hogy ne kíván. Ó,
Monika! We'll be right back.
szörnyű bírmányítás. Hát itt jövő pénze. Mert ez most a Nézd, csak nézd ezt a kocsmaviárot. Hát ilyenkor kell hazajönni. Most jött fel az est hajnal csillag, most van 9 óra. Azt hittem már, hogy a Dunába veszett. Oda víz a nagy icébe, azt hittem megették a halak. Erre tessék, ő nyelt el a hegyet a boros pincébe. És én csak várok, várok angyali béketűrése. Azt mondta az úram, elmegy a községbe, mert dolga van, sok dolga, rettentő sok dolga. És hát mit tud csinálni egy szegény fércselét? Csak várok. Hát én csak vártam, azt mondta, idejében hazajön. Hát gondoltam, megvárom. Az gyertyagyújtás, nem gyűn, beesteledik, nem gyűn. Vacsora elhűl, nem gyűn. Lekék feküdni, nem gyűn, egyedül, nem gyűn. A szemem a varrástól csipás, nem gyűn. Ázsítok, nem gyűn. Búzulok, nem gyűn. Dühös leszek, nem gyűn. Hakon! Mújtad el? Mindegy az apád. Úgy is van, úgy sincs se füle, se farka. Minek? A tisztelt povedálásodnak. Minek? Na jó, tudod mit? Mondd meg, hogy mi bajod van, aztán gyere, menjünk, feküdjünk arra. Tudod mit? Meg sem mond. Hogy mi a bajod? Az a bajom, hogy ilyen kutyuk az a kert a kocsmában. Hát az a bajod, hogyha az a gyűjtem a kocsmában. Hogy ilyen kutyuk az a kert? Mikor kellett volna az a gyűjtem? Este 7 órakor. 7-kor. Hát de legalább 8-kor. 8-kor. Neges legkésőbb 9-kor. Tisztességesen. 7-kor, 8-kor, 9-kor, ezzel már nem lehet kiigazodni. Mikor gyűjtem haza? Mondjál 6-kor. 6-kor. Hát legalább. 5 vagy 4? 3 biztos, hogy van. No, hánykor kell nekem haza gyűnni? Este 9-kor. 9-kor? 9-kor. Legyen a te kívánságod szerint 9. De nem úgy áll! Slörn 9! Oh, az Isten itt neki! Elmúlt én fél után 2-hoz van kedve figuráckodni vélem! Hány óra van, Zsuzsi? Ó, szerető szentármoság, inkább süllyed volna elfelem a föld, hogy így keserves sorsra jutottam. Ezért ültetett az én drága jól édes anyám. Meg az a magasságos bábasszony. Ó, szentséges Isten, így kellett nekem férjen menne. Atya nekem se benyem volna! Nem mondtunk, te ritkálok ide én óvégatni! Te kezdted, te is óvégattál! No! Várj csak egy kicsit! Úgy látszik, hogy én ma éjszaka nem hazagyűltem. Mert én ahhoz vagyok szokva, hogy engem a feleségem az szíves szóval, köszönéssel, öleléssel vár. Úgy látszik, hogy én ma éjszaka eltévedtem. Mert olyan biza ebben a házban még nem fordult elő, hogy az én drága feleségem ne válaszolt volna a kérdésemre. Hallgat! Hallgat! Hát hallgatni könnyű, de hány óra van, Zsuzsi? Hogy az a magasságos menny Billy, én szakadna rá arra a kasza kapok. Hány óra van, Zsuzsi? Éppen után 2. 2, vagy igen? Hány?
Elég volt a szájalásból. Ha megmondod, hogy hány óra van, akkor mehetünk szépen lefeküdni, minden helyre jöhet, de hogyha nem mondod meg, csak a magasságos jó Isten fogja megmondani, hogy mi lesz itt hajnalig. Tehát hány óra van, Zsuzsi? Megmondtam már, én fél után kettő. De jó, Mirod Petike! Petikém, csókollak. Most már kettesben maradunk az asszonnyal. Szóval... Zsuzsi... Most már kettesben vagyunk. Hány óra van? Egyet több, mint kéne. Haladunk, haladunk. Az ilyennek. 11-kor, e? Hát már 10-kor is. 10-kor? 10-kor? Akkor engedjél már belőle még egyet, azt menjünk, feküdjünk le. Zsuzsi. Na, Zsuzsi. Zsuzsi! Józsikám, mondd meg nekem, hányat mutat ez az óra? Ez az óra? Há ez az óra? Ez 9-et mutat. 9-et? 9-et mutat? Hát hánykor kell nekem hazagyűlni? 9-kor, ez mindig jól jár óra, papa. Nagyapám órája volt. Na menjél, Józsikám, feküdjünk le. Na. Jó éjszakát! Mink már megyünk aludni.